Határmenti együttműködés, életképes, a közösségek számára fontos uniós programokra van szükség, hangzott el a Megyeházán, ahol közös fejlesztési lehetőségekről tanácskoztak a felek. Kiváló termésátlag, akár a tavalyi duplája is lehet a kukorica hektáronkénti hozama idén, ám alacsonyabb felvásárlási árra számíthatnak a gazdák. Sok volt a szabálytalanság, majdnem minden második vizsgált vállalkozást megbüntetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyári ellenőrzései során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Életképes, a közösségek számára fontos uniós határmenti programokra van szükség, hangzott el a Megyeházán, ahol a határmenti régiók fejlesztési együttműködéséről tanácskoztak. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több 10 milliárd forintos fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben. Határátkelők nyílhatnak meg, utakat fejleszthetnek, kulturális és turisztikai programok folytatódhatnak. Emellett gondolkodnak olyan közös problémákról is, mint a fiatal szakképzett munkaerő elvándorlása. Az Ukrajnában tartó háború miatt a fiatalabbak jelentős része, ha csak időlegesen is, de elvándorolt Kárpátaljáról, mondta a Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő, aki szerint a határmenti programokban is szükségszerű azon gondolkodniuk a szomszédos megyéknek, hogyan tartsák meg a szakképzett munkaerőt, a versenyképes tudást, a fiatal lakosságot. Több olyan találkozási pont, több olyan közös probléma van, amelyekről együtt kell gondolkodnunk. Gondolok itt az elvándorlásra, az ifjúsági munkanélküliségre, a társadalom előregedésére, vagy akár a munkahely teremtésre, ami megoldást jelenthetne mindezekre a problémákra. Arra, hogy a területre munkahelyeket, beruházásokat hozzanak, ez egy megtartó erő lenne a mindkét térség számára. A magyar kormány a határon túli magyar közösségek gazdaságfejlesztési lehetőségeit is segíti. Azt gondoljuk, hogy csak akkor tudnak megmaradni a szülőföldjükön a külhoni magyar közösségek, hogyha megerősödnek vállalkozásban, munkahelyen, jó fizetéssel, így képzelhető el csak, hogy ezer év után is megmaradjon például Kárpátalján a magyar szó. Éppen ezért indult el Délvidéken egy 50 milliárd forintos, és Kárpátalján egy 32 milliárd forintos gazdaságfejlesztési program, és természetesen majd a különböző nemzetrészek fogják ezt követni. Reméljük, hogy még akár ebben az évben a horvátország és szlovéniai kisebbséget támogató gazdaságfejlesztési programot is el tudjuk indítani. A határon átívelő együttműködési programokban elsődleges a mobilitás, ezért határátkelők nyitása, útfejlesztések, szolgáltatásfejlesztő beruházások és a turisztikai kínálat bővítésére is fordulhat az uniós büdzséből. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felelősséget érez a határmenti közösségekért, mondta a közgyűlés elnöke. A megyei önkormányzatnak a határmenti együttműködési programok jelentenek lehetőséget, ezek európai uniós programok, ezek jól bevált és megtanult, általunk belakott programok, és hát a következő 7 évre is ilyen programokkal készültünk, a korábbi eredményekre is támaszkodva, turisztikai, műemlékvédelmi, közösségi, civil összefogásokat fogunk ezeknek a programoknak a segítségével megvalósítani. 20 évvel ezelőtt Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc főiskola elindításában segítőkezet nyújtott a Nyíregyházi Egyetem. Van magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján. A határmenti programokban megkeresik az oktatásban, a kutatásban az együttműködés további lehetőségeit. Konkrétan a mi feladatunk most az Beregszászon, hogy segítsük az ottaniakat a gazdálkodás és menedzsment szak képviseletében. Tehát ezt a szakot a mi oktatóink látják el, de természetesen folyamatosak a közös konferenciák és a közös kiadványok. A határmenti régiók számára az uniós források 2016 második felében lesznek elérhetők. Ekkor jelennek meg a pályázatok, mondta a Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, aki szerint életképes és a közösségek számára fontos programok kellenek. Akár a tavalyi duplája is lehet a kukorica hektáronkénti hozama idén, hangzott el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal gyulladtanyai rendezvényén. Előre láthatóan egy-egy hektárról akár 100 mázsa kukoricát is betakaríthatnak majd a gazdálkodók, akik a jó terméshozam mellett idén alacsonyabb felvásárlási árra számíthatnak.
Ez a gyulatanyai növényfajta kísérleti állomás az országban, ezzel együtt 16 ilyen központja van a Nébihnek. Itt évtizedek óta különböző kísérleteket végeznek szántóföldi és kertészeti kultúrákkal, többek között kukoricával foglalkoznak a szakemberek. A cél, hogy olyan növényfajtákat kísérletezzenek ki, amelyek igazodnak a klímaváltozáshoz és a gazdálkodói elvárásoknak megfelelően nagy terméshozamúak. Több mint 100 fajtál a gazdálkodók rendelkezésre, tehát csak a nemzeti magyar nemzeti fajta jegyzéken. Ezen kívül, mivel Magyarország az Európai Unió tagja, nem csak a nemzeti fajta jegyzék, hanem az Európai Uniós fajta jegyzékről is választhatnak a gazdálkodók, tehát nem kell ehhez gyakorlatilag ismerniük a fajtát. Mi azt szeretnénk, hogy a gazdálkodók azok a fajták közül válasszanak, amelyek Magyarországon megmérettettek, tehát a magyar fajta kísérletekben részt vettek. Ilyen növényeket mutattak be Gyulatanyán is, a Nébih rendezvényén zömében szabolcsi gazdálkodók vettek részt. Ők évről évre nehézségek előtt állnak, hiszen a klímaváltozás a termesztett növényeket nagyban befolyásolja. Pontosnak tartjuk ezeket a bemutatókat, mert hát változik az éghajlat, változik a környezet, változnak az igények, és akkor ehhez megfelelő újra kifejlesztett, vagy újonnan kifejlesztett magvak, egyebekre szükség van, tehát muszáj változtatni, hogy alkalmazkodjon a növény a kialakult helyzetekhez. A mezőgazdasági rendezvényen a térség idei kukorica terméséről is szó volt. Tavaly óriási aszály volt ezen a környéken, tehát ilyen 30-40-50 mázsák jöttek le. Az öntözött körülmények között nyilván több. Most ez az év csapadék szempontjából nagyon-nagyon jó a kukoricára, kivéve ez a Nyírtelek, Gyulatanya, Paszapcsúcs környékon tényleg kevés volt, de most a gazdákat így, hogy beszélgetünk mindent, mindenki egy ilyen 80-100 mázsát, brutóban mondom, várnak. Van, aki kevesebbet, van, aki többet, de szerintem ebben az évben sokkal-sokkal több lesz a kukorica, viszont a felvásárlási ár az nagyon alacsony. 3000-3400 forintot kaphatnak majd a kukorica mázsájáért a gazdálkodók. Az elmúlt években volt, amikor dupla ennyit kaptak érte a termelők. Újabb elemekkel bővítette Brüsszel a betelepítési kvótát, hangzott el a Fidesz mai sajtótájékoztatóján. Mindai Győző kiemelte, a most elfogadott javaslatokkal pénzbüntetésre is számíthatnak azok a tagországok, amelyek elutasítják a kényszerbetelepítést. A politikus hozzátette, Európában, Magyarországon elsőként írták ki a kvótával kapcsolatos népszavazást, amelynek eredménye 40-50 évre is eldöntheti unokáink sorsát. A kvóta veszélyes valósággá vált, hiszen a múlt héten az Európai Parlament egy jelentést fogadott el, amely azt mutatja, hogy nem csak hogy él a kényszerbetelepítés kvótája, hanem még bővül is, és felülről egy nyitott alap. Nem is tudjuk pontosan, hogy mennyi embert akarnak. Van egy első szakasz, hogy mennyi embert akarnak szétosztani, amely jogtalan, mert a nemzeti parlamenteket nem kérdezték meg. Veszélyes is, mert növeli a terrorveszélyt. Maradjanak otthon az állampolgárok október 2-án, erre szólítja fel a lakosságot Legény Zsolt, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselője. A politikus szerint az októberi népszavazás nem szolgál biztonságpolitikai érdekeket, az eredménye pedig hosszú távon Magyarország Európai Uniós kapcsolataira is negatív hatással lesz. A kötelező betelepítési kvóta az MSZP tudomása szerint már nem napi rendi pont az Európai Bizottság ülésein, hangzott el a sajtótájékoztatón. Most volt hétvégén egy Európai Uniós csúcs itt tőlünk nem messze Pozsonyban, amelynek a végén az Európai Uniós vezetők, akár az Európai Tanács vezetője, vagy éppen a szlovák vagy a lengyel miniszterelnök, akik ugye a V4 összefogásban Magyarország szoros szövetségesein, és ők is azt mondták, hogy már napirenden sincs a kötelező betelepítési kvótára szóló javaslat, ami csak egy javaslat lett volna egyébként, még nem egy határozott vagy egy azonnal egy döntés lett volna. Szóval nincs már ilyen javaslat sem. Majdnem minden második vizsgált vállalkozást megbüntetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyári ellenőrzései során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 235 helyen jártak a NAV munkatársai, ahol összesen 10 millió forint büntetést szabtak ki. Két üzletet ideiglenesen be is zártak. Nyári ellenőrzésen a NAV munkatársai. Kockázatelemzés alapozta meg a vizsgálatokat. Elsősorban azoknál a vállalkozásoknál jártak a revizorok, ahol előzetes adatok alapján vélhetően nem volt minden rendben, vagy korábban már megbüntette őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szezonális, főleg turizmushoz köthető vállalkozásokat vizsgáltak,
azokat, ahol akár 300%-os forgalom növekedésre is számítottak a nyári hónapokban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10 millió forint mulasztási bírságot szabtunk ki a vállalkozásokra. Ez azt jelenti, hogy a 235 ellenőrzésnek közel 40%-a zárult valamilyen megállapítással, tehát ezekben az esetekben találtunk a vállalkozásoknál hiányosságokat. Elsősorban ellenőriztük a számla és a nyugtaadási fegyelmet, a bizonyatolási fegyelmet, illetve a kitelepüléseknél az online pénztárgép működését helyettesítő számlaadási fegyelmet is, valamint a foglalkoztatottak bejelentését is. Jellemzően nem csak az egy-két napra felvett munkatársakat nem jelentik be, hanem azokat sem, akik akár az egész szezon alatt dolgoznak. A be nem jelentett alkalmazottak esetén akár 1 millió forintig terjedő büntetésre számíthatnak a vállalkozók. Körülbelül hasonló bírságot szabtunk ki az idei évben is, mint az előző években. Azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok esetben az alkalmazottak bejelentését most sokkal többen mulasztották el, mint az előző években. Országos viszonylatban 7600 ellenőrzést szervezett a NAV idén nyáron, és összesen 300 millió forint bírságot szabott ki. Legtöbbször Szabolcs megyéhez hasonlóan nyugtahiány és fekete foglalkoztatás miatt büntetett a hivatal, de 12 helyen idéglenes üzletbezárást is elrendeltek. Már a harmadik fél év kezdődik el szerdán, szeptember 21-én a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiáján Nyíregyházán. A Város és a Debreceni Egyetem egészségügyi kara közös program sorozatában most is 6 előadáson vehetnek részt az időskorúak, két hetente a Váci Mihály Művelődési Házban. A beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, az időseket érintő és érdeklő legkülönfélébb témákkal a nyugdíj utáni életre készítik fel a szépkorúakat. Első előadónk Petrika Erzsébet lesz, ő a mozgás öröméről fog beszélni, a mozgás hasznáról. Össze fogjuk kapcsolni egy olyan lehetőséggel, felajánljuk az időseknek, hogy egyfajta idősek számára kifejlesztett sportolásra jelentkezhetnek. Emellett lesz még szintén szó egészségről, betegségről, de ugyanúgy a bűnmegelőzésről is, illetve lesz még a szokásos témánk, általában az utolsó előadás szokott lenni valamilyen fajta művészettörténetről, hasonló témákról. Nyílt próbákkal és a Nyíregyházi Társulat elmúlt 35 évét bemutató kisfilmmel várták az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Színházba. A színházak éjszakájáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Három érmet szereztek a nyírsport ese birkózói a szlovákiai Prievidzában megrendezett nemzetközi versenyen. 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat lép pályára szerdán a labdarúgó magyar kupában. Nyílt próbákkal és a Nyíregyházi Társulat elmúlt 35 évét bemutató kisfilmmel várták az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Színházba. A teátrum először csatlakozott a Színházak Éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozathoz. A díszlet már elkészült, a premierig azonban még 2 hét van hátra. A Klúdi Kamara színpadon Boris Akunin Sirály című fekete komédiájának próbája zajlik, a szereplőket Szabó K. István rendező instruálja. Ennek az izgalmas folyamatnak is részesei lehettek azok a színházbarátok, akik ellátogattak a Színházak Éjszakájára. Budapesten már 5. alkalommal nyíltak ki ezen az éjszakán a teátrumok kapui, a Móricz Zsigmond Színház most először várta a közönséget. Budapesten már 5. alkalommal rendezik meg a Színházak Éjszakája rendezvényt, minden évben nagy népszerűségnek örvend, és olyan jó marketinget, olyan jó reklámot csinál a színházaknak, hogy úgy gondoltam, hogy ideje, hogy a Nyíregyházi Színház is becsatlakozzon ebbe a jól kitalált sorozatba. És úgy érzem, hogy a visszajelzések alapján, ugye itt a Krudi Kamarába és a nagy színpadra is regisztrálni kellett a helyekre, ez nagyszerűen működik. A Kamarában a Sirály próbája mellett a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musical egyik készülő jelenetét is láthatta a közönség, a nagy színpadon pedig a Tudós Nők felújító próbája zajlott. Az ingyenes programokon nagy volt az érdeklődés, a regisztrációhoz kötött helyek gyorsan megteltek. Én azért gondoltam, hogy eljövök, mert nagyon érdekel, hogy hogy zajlanak a próbák, hogy áll össze egy előadás, mi vezet odáig, amit utána végül látunk. Az évad első premierjét október 1-én tartják a Klúdi Kamarában, a nagy színpadon pedig a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról lesz az első bemutató Tasnári Csaba rendezésében október 8-án.
Ezen a hétvégén rendezi meg Nyíregyháza őszi záró nagy rendezvényét, a Tirpák napokat. Az esemény előtti sajtótájékoztatón elhangzott, már pénteken elkezdődik a program, hiszen a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kassával és Eperjessel együttműködve Magyar-Szlovák Gazdasági Fórumot és üzletember találkozót rendez. Emellett a gasztronómia fővárosává is válik a megyeszékhely. Szombaton a vendéglátósok országos vándor megmérettetése, a gasztrocsata várja a Kossuth térre látogatókat, vasárnap pedig az első nyíregyházi bogrács és grill bajnokság mellett az országos grillfesztivált is itt rendezik meg. A verseny első helyezettje a 2017-es németországi Európa-bajnokságra kvalifikálhatja magát. Van egy érdekessége mind a két napnak. Az első napnak az érdekessége az, hogy több mint 20 csapat, több mint 100 séfe, és körülbelül, ahogy itt számogatok a kollégákkal, visszaigazolások alapján 16.200 ételt készítenek. A következő nap pedig a civilek mellett a teljesen profi grillezők mérik meg tudásukat. Elfogadta meghívásunkat az a csapat, akik 2015-ben Magyarországot képviselték Helsinki-ben a világbajnokságon, ott 58 csapatból 25-ek lettek, és kürtős kanács kategóriában, tehát desszert kategóriában mindenkit megvertek, vagy megelőztek ezen a nemes viadalon. Öt Szabolcsát már Bereg megyei csapat lép pályára szerdán a labdarúgó Magyar Kupában. A Nyíregyháza Spartakusz Iváncsára, a Kisvárda Hódmezővásárhelyre látogat. A Nyírbátor a Tura, a Baktalórendháza a Cigánd, a Balkány pedig a Budafok ellen lép pályára. A labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első körében az elmúlt héten már lejátszottak 13 mérkőzést. A megyebeli csapatok közül a Rakamaz lépett pályára és 2-0-ás vereséget szenvedett az MD1-es Mezőkövestől. A szerdai játéknapon 51 találkozót rendeznek. Az NB3 keleti csoportjában jelenleg 13. helyen álló Nyírbátor a Pest megyei bajnokságban második Tura VSK otthonában lép pályára. A bajnokságban mostanában nem megy túl jól a bátoriaknak, akik a kupában szeretnének visszatalálni a helyes útra. Ez a mérkőzés ez most nagyon sok szempontból fontos nekünk. Ugye hétvégén egy nagyon fontos bajnoki vár ránk majd hazai pályán a 60 ellen. 3 vereség után vagyunk. Nagyon fontos most egy hétközi siker, hogy kijöjjön a társaság ebből a negatív szériából. Már most azokat sem merik megcsinálni a játékosok, amiket eddig megtudtak. Úgyhogy ugye az eltiltott játékosok már most visszajöttek. Volodymyr Kornyucsak már tudott játszani Barcikán, rajta nagyon látszott a meccshiány. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a meccs arra is jó lesz, hogy az eddig kevesebbet játszók, vagy akik eltiltás miatt hagytak ki meccseket, újra játékba lendüljenek a hétvégi bajnoki előtt. A Nyírbátorral szemben a Balkánynak jól megy a bajnokságban. Mirgai László együttese 5 győzelemmel és 1 döntetlennel az első helyen áll a megyei első osztály tabelláján. A Balkányiak szerdán 15 órai kezdettel az NB3 középcsoportjában második helyen álló Budafokot fogadják. Minden meccsüket sikerült megszereznem, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon erős csapat, kötelező az NB2-be feljutni nekik. Bruckner Laci rengeteg NB1-es játékost igazolt, hát ha csak azt mondom, hogy a kezdő 11-ből 10 NB1-be futballozott, akkor ezzel mindent elmondtam. Én azt gondolom, hogy a mi úgymond dühöngő pályánkon, ahol nem lehet kiszámítani a labda pattanását, kellemetlen lesz nekik ez a pálya. Mi pedig ezen edzünk, úgyhogy megszoktuk, és remélem, hogy ezzel meg tudjuk őket lepni, és hát bízom benne, hogy sokan ki fognak jönni a mérkőzésre. A megyebeli csapatok közül még a Baktalórendháza játszik hazai környezetben, Illés László csapat a 15 órától az NB2-es Cigánd elleni pályára. A Nyíregyháza Spartakusz a Fejér megyében illovas Iváncsi otthonába látogat, a Kisvárra pedig az NB3-as Hódmezővásárhely vendége lesz. 3 érmet szereztek a Nyírsport ese birkózói a szlovákiai Prievidzában megrendezett nemzetközi versenyen. A 15 ország birkózóit felvonultató viadalon Jeles Antal és Kerecsanin Regina a dobogó második fokára állhatott fel, Kerecsanin Mátyás pedig a 3. helyen végzett. A szlovákiai Prievidzában 44. alkalommal rendezték meg a nemzetközi szabadfogás utánpótlás versenyt, amelyen 15 ország 256 birkózója lépett szőnyegre. A Nyírsport ese először képviseltette magát a Kelet-Európa bajnokságnak is nevezett viadalon, ahol tradicionális birkózó nemzetek fiataljai adtak számot tudásukról. Ugye a Csecsen köztársaságról nem kell beszélni, hogy ott egy
olyan szinten van, mint nálunk a foci a birkózás, tehát annyira támogatott, és olyan jó versenyzőik vannak, de mondhatnám a moldávokat is, akik szintén erős mezőnyt képviseltek most a versenyen, és persze nem akarom megsérteni a északi szomszédaink, hogy a Szlovákiából értelemszerűen többen voltak, és jobb felhozatal volt, mint a távolabbról érkező egyesületeknél. A nyírsport esze színeiben három birkózó indult a versenyen, és mindhárman felállhattak a dobogóra. Kerecsanyin Regina, aki ezüstérmet szerzett, Kerecsanyin Mátyás a gyermek kettőben, 8 éves korosztályban indult, ő bronzérmet szerzett, és a Jeles Antal pedig a gyermek egy korosztályban szintén ezüstérmet szerzett. Mind a hárman éremet értek haza. Az 5 éve birkózó Jeles Antal a 44 kg-os súlycsoportban 2 túlgyőzelmet követően a döntőben szenvedett vereséget. A hármat kellett birkóznom, egyet egy moldáv ellen, egy horvát és egy szlovák ellen. Milyen erősségűek voltak az ellenfelek? Hát a moldáv az szerintem egy velem egyszintű. A horvát meg egy szlovák szerintem az nálam egy kicsit kevesebb ideje birkóznak, de attól ők is jók voltak. A nyírsport esze színeiben 25-en birkóznak, közülük 15-en rendszeresen indulnak versenyeken. A hétvégén már egy pontszerző területi viadalon lépnek szőnyegre a nyíregyházi fiatalok Kazincbarcikán, majd október közepén elkezdődnek a diákolimpiai versenyek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Életképes, a közösségek számára fontos uniós határmenti programokra van szükség, hangzott el a Megyeházán, ahol a határmenti régiók fejlesztési együttműködéséről tanácskoztak. Több 10 milliárd forintos fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben, határátkelők nyílhatnak meg, utakat fejleszthetnek, kulturális és turisztikai programok folytatódhatnak. Akár a tavalyi duplája is lehet a kukorica hektáronkénti hozama idén, hangzott el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Gyula Tanyai rendezvényén. Előre láthatóan egy-egy hektárról akár 100 mázsa kukoricát is betakaríthatnak majd a gazdálkodók, akik a jó terméshozam mellett idén alacsonyabb felvásárlási árra számíthatnak. Majdnem minden második vizsgált vállalkozást megbüntetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal a nyári ellenőrzései során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 235 helyen jártak a NAV munkatársai, ahol összesen 10 millió forint büntetést szabtak ki. Két üzletet ideiglenesen be is zártak. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 20-án, kedden. Friss hírekkel szerda este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is böngészték honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Észak felől szárazabb, hűvösebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét, ezért bár naposabbra fordul az idő, tovább mérséklődik a felmelegedés. Éjjel eleinte csökken, majd átmenetileg az éjszaka folyamán erősen megnövekszik a felhőzet. Legfeljebb néhol fordulhat elő gyenge záporeső, az északi szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. Reggel általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a többször megnövekvő felhőzet mellett néhány órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy rövid zápor alakulhat ki. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változóan felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel. Számottevő csapadék általában nem valószínű, de helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Hidegek lesznek az éjszakák, hűvösek a nappalok. Csütörtök és péntek hajnalban néhol fagypont közelébe hűlhet le a levegő. A hétvégére, illetve a jövő hét elejére valamelyest enyhülhet az idő, de folytatódik az évszaknak megfelelő időjárás.